Évről évre egyre melegebbé válik a hőmérséklet, amely azt eredményezi, hogy egyre több kullancs van, így gyakoribbak az ezzel kapcsolatos fertőzések is. Dr. Csányi Tivadar állatorvos kiemelten ejtett szót a külső parazita által okozott fertőzésekről, amelyek a házi kedvenceinket érheti. Nagyon sok gazda azt hiszi, hogy télen már nincsen kullancsfertőzés, nincsen által okozott betegség, de gyakorlatilag ez évről évre nő a szám. A kullancsok által az egyik leggyakrabban terjesztett betegség az a babézia. Tulajdonképpen ez egy egysejtű parazita, ami bekerül ugye a véráramba, tönkreteszi a vörösfolya sejteket, és gyakorlatilag egy halálos kimenetelű betegséget alakít ki. Ebből kifolyólag az elsőleges, amit mindig szoktunk mondani napi szinten a gazdáknak, a védekezés. Mindenfajta parazita ellen védekezni kell, külső parazitába beleértve bolhákat, kullancsokat, és én már gyakorlatilag azt mondom, hogy egész évben, tehát ne legyen kihagyva, még a leghidegebbnek gondolt hónap se, mert már nincs olyan hőmérséklet, hogy a kullancsok gyakorlatilag nyugvó stádiumba kerüljenek. Egész évben beszélhetünk gyakorlatilag fertőzésre. Sajnos már a téli időszak is enyhe, amely kedvez a különféle paraziták szaporodásának, és ezáltal a fertőzéseknek is. Továbbá, ami még nehezíti a gazdák életét, hogy egy újabb fajt is beazonosítottak hazánkban, amely szintén veszélyt jelent. Most bejött egy újfajta kullancsfaj, amit Magyarországon találtak, ami emberre is nagyon veszélyes, úgyhogy a prevenció, ugye a szívférgességet, azt már említettük többször, hogy a szúnyogok terjesztik, a szívférgesség, illetve bőrférgesség, amit leggyakrabban terjesztenek, emberre is veszélyes tud lenni. Ez a dél-magyarországi régió, ez gyakorlatilag, ami létezik, parazita, ektoparazita, az van nálunk sajnos. Szerencsére már számos fajtája és módszere van a védekezésnek, amely némi védelmet tud adni a házi kedvenceinknek. Különféle lehetőségeket sorolt fel a szakember. Léteznek nyakörvek, cseppek, tabletták. Hát ez gazdája, pénztárcája válogatja, hogy ki mit preferál. Mi azt látjuk statisztikailag, hogy a tabletta formák a leghatékonyabbak, a legtöbb gazda azt használja. Vannak olyan készmények, amik egy hónapig hatnak, vannak, amik három hónapig, vagy akár a nyakörvek esetében van, hogy 7-8 hónapos védettséget is alakít ki. Hát ki kell próbálni, hogy kinek mi válik be. Mindenképp egészében szoktuk javasolni, mert kullancshoz fontosan van. Dr. Csányi Tivadar továbbá kiemelten ejtett szót a szívférgességről és az ivartalanítás jelentőségéről, amelyekről majd bővebben a jövő heti híradónkban számolunk be.